Jó estét kívánok! Engem Rév Istvánnak hívnak, én vagyok a Nyílt Társadalom Archívum igazgatója, amely ezért a kiállításért felelős. Először mondanék néhány szót magyarul, és aztán, ha nem veszik zokon, akkor angolul is elmondom ugyanazt. Good evening, my name is István Rév, I'm the director of the Open Society Archives. I would like to say a few words first in Hungarian, and then I will translate that into English. Először is el szeretném mondani, hogy mi fog történni. A kiállítást Adam Michnik fogja megnyitni. A megnyitó után, ha sikerült itt a hangolást befejezni, akkor egy rövid írógép koncertre fog sor kerülni, amelyet Sűrés Zsolt és Kovács Zsolt fognak számunkra itt produkálni. A koncert után mindenkit szívesen látunk az egyetem átriumában egy fogadásra, és a fogadás után pedig az egyetemnek az aulájában egy kerekasztal beszélgetésre fog sor kerülni, amelyet Haraszti Miklós, a beszélő egykori szerkesztője fog moderálni, és a beszélgetés résztvevői Andrei Plesu, neves volt román ellenzéki politikus, volt román külügyminiszter, jelenlegi román értelmiségi, Adam Michnik, Demszki Gábor, Rajk László és Varga László. Tehát a fogadás után körülbelül 6 óra, 6 óra 15 perckor kerül sor erre a kerekasztal beszélgetésre. Mielőtt átadnám a szót Adam Michniknek, engedjék meg, hogy magyarázkodásképpen megpróbálják válaszolni arra a kérdésre, hogy miért csináltuk ezt a kiállítást. Először is azért csináltuk, mert azt hittük, hogy a Berlinben kiállított Samizdat művek, a berlini Samizdat kiállítás át fog jönni Budapestre, de ebben csalódnunk kellett egyelőre, nem jött át, de már elkezdtünk szervezkedni, úgyhogy muszáj volt valamit csinálni, és ezért kellett egy kiállítást összehoznunk. Tehát ezért van ez a kiállítás itt, mert a berlini kiállítást önök most itt nem láthatják. De miközben ezt elkezdtük rendezni, rájöttünk, hogy van más oka is annak, amiért érdemes itt egy kiállítást ma megnyitni, és az pedig a következő. Ha megnézzük a kiállított tárgyak, a szamizdatok dátumait, azt veszik észre, hogy a legutóbbi szamizdatok azok alig 10 évesek. És ezek a 10 évvel ezelőtt készült szamizdatok, ezek olyanok, mint az ős nyomtatványok. Nem csak a Martinovics KT-ra hasonlítanak, amelyek itt vannak a hátam mögött, amely a kiállítás kezdődik, amelyeket a hóhérnak el kellett volna égetnie a ítélet szerint, de csak a másolatokat égették el akkor is, így aztán az eredeti közül megmaradtak, hanem itt van a kezemben például a Szent Család című mű 1734-es kiadása, és ha megnézik, nincs különbség egy 300 évvel ezelőtti mű és egy 10 évvel ezelőtt készült szamizdat között, vagy itt van a mamámtól kapott Galilei füzetek, egy példánya a századfordulóról, ez is úgy néz ki, mintha egy szamizdat lenne. Tulajdonképpen Hess András is dolgozhatott volna ezzel a technikával. És ha belegondolnak abba, hogy az elmúlt 10 évben mi történt, és ma a Net Library-n keresztül több mint 50 ezer könyv tölthető le az internetről, és egy 10 gigabajtos laptopba több millió oldal fér bele, akkor eléggé furcsának tűnik az, hogy ezzel a technikával, amely itt látható, hozzá lehetett alapvető módon járulni ennek a rendszernek, ami betiltotta ezeket a műveket a megdöntéséhez. És azt gondolom, hogy többé-kevésbé mindannyian úgy gondoljuk, hogy valamilyen fokon ezek a művek fontos szerepet töltöttek be abban, hogy a rendszer megdőlt ezzel a technikával. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak még arra illusztrációképpen, hogy mennyire archeológiai ez a kiállítás. A 80-as évek legelején
Létezett egy paralel szeminárium, egy párhuzamos szeminárium, amelynek egyik leágazása New Yorkban volt a New Schoolban, egy másik leágazása Varsóban, ahol a szemináriumot Adam Michnik vezette, és a harmadik szeminárium Budapesten működött Bence György vezetésével. Különböző klasszikus műveket olvastak a szeminárium részvevői a totalitarianizmus irodalmából. A beszélgetésekről részletes kézzel írott jegyzőkönyv készült, a jegyzőkönyvet később angolra lefordították, az angol jegyzőkönyvet az kicsempészték New Yorkba, Varsóból is, meg Budapestről is, és New Yorkból becsempészték a lengyelt Budapestre, a magyar pedig Varsóba. Így körülbelül 5 hónap után olvasni lehetett Budapesten azt, hogy mit gondoltak ugyanakkor Varsóban, miközben zajlott a szeminárium Budapesten. Ez körülbelül 15 évvel ezelőtt történt. Úgyhogy azt gondolom, hogy időszerű volt ezt a szemináriumot megrendeznünk. Ez egy igazi technikatörténeti, régészeti szeminárium, és zárójelben azért talán emlékeztet arra is, hogy voltak, akik ilyen technikák segítségével is megpróbálkoztak azzal, ami bár lehetetlennek tűnt, mégsem volt az. After the opening words will come from Adam Michnik, there will be a short concert on typewriters. And then after the concert, there will be a small reception outside in front of the exhibition hall. And after the reception, you are invited to a roundtable discussion moderated by Miklós Haraszti, one of the former editors of Beszélő. The participants of the roundtable will be Adam Michnik, Gábor Demszky, László Rajk, László Varga, and Andrei Pleșu from Romania. Before giving over the microphone to Adam, I would like to say just a few words in defense of having this exhibition here. Originally, we hoped that the exhibition which was shown in the Academy in Berlin would come to Budapest, but due to all sorts of technical and not so technical misunderstandings, we had to do something ourselves and started to work on this exhibition. While working on it, we realized that it will not be just a political exhibition, but an archaeological one, because the world has changed so much in the past 10 years. The technique used by the makers of the underground publications, quite a few of them are here with us this evening, was not basically different from the technique used in the early modern times in the cities of Europe, first of all. I have a book in my hand which was published in 1734, and the technology is basically the same than which was used by those so-called machines which you can see here. And by the help of that very basic technology, it was still possible to contribute to the fall of the totalitarian regimes. And this exhibition is a tribute to those who used that technology against hope, against all odds, and still contributed to the success of changing this world. And just one more small anecdote in order to make room for Adam. Adam Michnik was involved in a parallel seminar in the first half of the 1980s, which was initiated by people at the New School in New York. There was a seminar in Warsaw, and there was a seminar led by György Bence in Budapest. The participants of the seminar read works by authors on totalitarian theory, and very detailed minutes were made of the discussions. Later on, the minutes were translated
into English, typed by the help of a typewriter on paper. The paper was smuggled into New York from New York, the Hungarian version to Warsaw from New York, the Polish version to Budapest. And so after 5 months, we were able to read what Adam Michnik had said 5 months before in Warsaw. So the world has changed, and there are more than 50,000 titles available on the net library through the internet. And there is a pilot project, by the way, in Hungary, and the net library is available free at the moment in Budapest. So this is why we have this exhibition. And we have this exhibition in order to have a pretense to have Adam Michnik with us, and Andrei Pleszu, and all of you here. Thank you for coming. Adam, please. Panie rektorze, panie ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy przyjaciele. Rektorur, nagykövetur, tisztelt hölgyeim és uraim. Rektor úr, nagykövetúr, tisztelt hölgyeim és uraim, Mr. Rector, Your Excellency, Ambassador of the Republic of Poland, dear ladies and gentlemen. Jak spoglądam na tą wystawę, to trudno mi oprzeć się wzruszeniu. Amikor tekintek ezekre a falakra, amikor megnéztem először ezt a kiállítást a mai napon, elérzékenyültem. Dear ladies and gentlemen, when I first saw this document today, I was really impressed and very much various feelings, well, which I'd like to express to you now. To przypomina mi zły amerykański film, bo na końcu jest happy end. Ez olyan, mint egy rossz amerikai film, ugyanis happy end-el végződik. It's like a bad American movie with a happy end. Samizdat to była nasza przygoda z wolnością i z godnością. Myśmy postanowili, że będziemy wolnymi ludźmi w świecie dyktatury. A Samizdat olyan volt, mint egy kaland. Kaland az igazsággal, kaland a szabadsággal. Mi elhatároztuk, hogy a Samizdaton keresztül, az irodalmon keresztül szabadok leszünk. The Samizdat proved to be a great adventure, and we considered the Samizdat as the greatest adventure of our lives. And the literature and the Samizdat made us free. I ta wystawa jest świadectwem naszych pierwszych kroków do wolności. Ez a kiállítás igazolja és bemutatja azokat az első lépéseket, amelyeket megtettünk a szabadsághoz vezető úton. These pictures and these documents do show how the first steps towards freedom were taken. Mówi do was Polak, a więc obywatel kraju, który może poszczycić się tym, że miał największe nakłady wydawnictw samizdatowych. Lengyelként mondom ezeket a szavakat, tehát egy olyan országnak az állampolgáraként, ahol a Samizdat irodalom a legnagyobb példányszámokat érte el. I do say these words as a citizen of Poland, where the Samizdat literature was the largest in the region. Ja pamiętam trzy wizyty moich węgierskich przyjaciół w Polsce. To był Miklós Choroszty, Jancsi K-
Kis i Gabordemski. Én három nagyon jelentős találkozásra emlékszem most vissza, amikor három magyar ellenzéki látogatott el hozzánk. Haraszti Miklós, Kis János és Demszki Gábor. Dwaj pierwsi byli ideologami, teoretykami, a Gábor przyjechał do Warszawy uczyć się sztuki podziemnego drukarstwa. Az első két vendég elmélettel foglalkozott, elméleti ember volt. Gábor viszont, Demszki Gábor viszont a gyakorlatot sajátította el, tehát megtanulta, hogy hogy kell sokszorosítani a szamizdat irodalmat. I do remember of three visits of Hungarians in Poland, who were, two of them were theoreticians, Miklós Haraszti and János Kis, while the third, Gábor Demszki, was the man of practice, because he went to Poland to acquire the knowledge and the skills necessary to produce Samizdat literature. Jeżeli za chwilę obejrzycie węgierski Samizdat, to sami będziecie musieli przyznać, że myśmy w Polsce dobrze wyszkolili Gábora Demskiego. És amikor most meg tudják tekinteni a magyar szamizdat irodalmat, és önök is igazolni fogják, hogy jól megtanítottuk a Gábort erre a technikára. And dear guests, when you check and see the Hungarian Samizdat, you can prove that the lessons that Gábor Demszki received in Warsaw were worthwhile. Ja mam poczucie, że tę wojnę o wolność z totalitaryzmem myśmy zwyciężyli. Én meg vagyok győződve, hogy a totalitárius állam elleni szabadságharcot megnyertük. Dear ladies and gentlemen, I'm fully fully aware, and I do hope that we've managed to win the battle against totalitarianism. Istnieje dzisiaj w naszych krajach te tendencja, żeby minimalizować znaczenie samizdatu i demokratycznej opozycji. To nie jest dobra te tendencja. Jelenleg megfigyelhető az a tendencia, az a folyamat, hogy igyekeznek csökkenteni a szamizdat irodalomnak a jelentőségét. De egyrészt nem örülök neki, másrészt meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy helyes és helyén való folyamat. Presently, there is a tendency to decrease the importance of samizdat literature in the region. Samizdat i demokratyczna opozycja to jest fragment naszej historii narodowej, a narody, które wyrzekają się swojej historii, degenerują się. Mind a samizdat, mind a demokratikus ellenzék a nemzeteink, az országaink történelmének szerves részét alkotják. És az az ország, az a nemzet, amely ezt letagadja és nem ismeri el kellőképpen, igazából degenerálódik. Both the democratic opposition, underground movements and the Samizdat do create the part of history of our countries, and we shall not deny it. Wielu ludzi dziś pyta, czy my, kombatanci demokratycznej opozycji, jesteśmy jeszcze do czegoś potrzebni. Otóż ja powiem, jak patrzę na tę salę, to ja powiem, że Europa was potrzebuje, Polska was potrzebuje.
Sokan megkérdezik, hogy vajon szükség van-e még az ellenzékre, tehát a volt ellenzéki, demokratikus ellenzéknek a képviselőire a jelenlegi valóságban, a jelenlegi politikában. De ahogy körülnézek itt a terembe, meg kell, hogy mondjam mindenkinek, hogy Európa, a világ, az országaink igényt tartanak rátok, és szükség van rátok mind az ország, tehát az országaitokban is, Európában is. And many people do question the importance of opposition in the present environment, political and social environment. However, when I look around in this room, I do have to stress that there is a great need of you. You are really indispensable for the future of our countries. Wielu ludzi myśli, że wybór w naszym regionie to jest wybór pomiędzy agresywną, populistyczną prawicą a postkomunizmem. I to też nie jest prawda. Sokan azt is állítják, hogy a politikában az egyetlen választás, ami megmaradt, az agresszív és a populista jobboldal, valamint a posztkommunista baloldal között maradt. De ez sem igaz. Many people claim that the only solution and the only political cleavage that remained in our countries is the political fight between the right-wing, populistic and aggressive right-wing, and the post-communist left, which is not truth either. Ta wystawa jest dowodem, że nie jesteśmy po prostu eksponatami muzealnymi. Ta wystawa jest dowodem, że mamy ważne rzeczy do powiedzenia naszym krajom i ta wystawa jest dowodem, że my te rzeczy powiemy. Ez a kiállítás világosan kimutatja, hogy még nem váltunk muzeális tárgyakkal, és még nincs ott helyünk a múzeumba, hiszen még rengeteget kell cselekednünk, rengeteget kell tevékenykednünk, rengeteg szót még ki kell mondanunk, és ezt meg is fogunk tenni, amint látják itt a kiállításon és a közéletben is. And actually, we are not the exhibits in the museum yet. We have things to say, we have things to do, and we shall remain active for a long time either. No to wystawę Samizdatu, wystawę międzynarodówki kryminalistów uznajmy za otwartą. Tehát ezennel megnyitom a Samizdat kiállítást, a nemzetközi bűnszervezetnek a kiállítását, annak a bűnszervezetnek, amely a 70-es évek és a 80-as években kialakult itt a régióban. Ezennel megnyitom ezt a kiállítást. Dear ladies and gentlemen, hereby I would like to open this exhibit of the international crime ring, the crime ring of the Samizdat. So welcome to the exhibition. Részesei leszünk egy rövid koncertnek. Thank you.
Your reception.